Az európai országok közül Romániában él a legtöbb barna medve. Hogy pontosan mennyi is, azt az attól függ, hogy kit kérdezünk meg. Mást mondanak a környezetvédők, mást az állatvédők, a kormány, meg a vadászcégek is, méghozzá azok a vadászcégek, amelyek hát meglehetősen jól keresnek egy medve kilövésével. A román környezetvédelmi tárca, a román kormány környezetvédelmi tárcája jogszabályt készít elő, most a medve és ember együttélésnek a szabályozására. Kapcsolunk Táncos Barna környezetvédelmi miniszterhez. Jó napot kívánok, miniszter úr! Jó napot kívánok! Ön mit gondol most a medvék vadászatáról? Kit fognak védeni, vagy kit fog védeni ez az új jogszabály? A medvéket, vagy az embereket? Nincs Romániában medvevadászat. Na, bizonyos kivét, ha jól tudom, 2016 óta hivatott. 2016 óta nincsen medvevadászat. Beavatkozási lehetőség van azokban az esetekben, amikor problémás példányokat azonosítanak be különböző helyszíneken. Ezekben az esetekben a minisztérium adhat kilövési engedélyt azokra a példányokra, amelyek kárt okoztak, emberre támadtak. Ma ez a kilövési procedúra hihetetlenül bonyolult. Hetekbe, hónapokba is telhet, amíg egy ilyen kilövési engedély elfogadásra kerül, kiállításra kerül, és ez nehezíti meg azoknak a vadásztársulatoknak a dolgát, akik be kellene avatkozzanak olyan helyeken, ahol gazdaságokba, házakba, panziókba, szállodákba garázdálkodik a medve. Jó, az teljesen nyilvánvaló, hogy valamit tenni kell, hiszen itt 3 nap alatt 4 medve támadás történt az elmúlt héten, tehát ez biztos, hogy nem jó a medvéknek se, meg az embereknek se. Mi lenne a lényeg ennek a jogszabálytervezetnek, amit önök most előkészítenek? A mostani javaslat kizárólag lakott területekre, településekre vonatkozik. A lakott területen való beavatkozást hivatott szabályozni. Egy olyan gyors beavatkozási lehetőséget teremtünk meg, ahol a bejelentés, a sürgősségi hívószámon történő bejelentés után maximum 24 órán belül lehessen azt az egyedet eltávolítani. Az eltávolítási folyamat az fokozatos, és egy kockázati táblázat alapján, egy behatárolási kockázati táblázat alapján történik. Ott, ahol nincsen közvetlen veszélyben senki, ott elűzik a vadat, ott, ahol megismétlődnek ezek a medve látogatások, úgymond, ott egy altató lövedékkel elaltatják és elszállítják olyan helyre, ahol ismét szabadon engedik az erdőben, vagy ahol agresszív a medve, támad, már kárt okozott és visszatér, ott lehetővé tesszük a medvének a kilövését, annak érdekében, hogy az emberi életet megvédjük. Ez a legelső és legfontosabb feladatunk, hogy megvédjük azokat az embereket, azokat a gazdákat, azokat a vidéki és nem csak vidéki városi embereket is, akiknek az élete és akiknek a javaik veszélybe kerülnek azáltal, hogy ezek az állatok rájuk támadnak. Tehát ön egyértelműen az emberi élet védelmét helyezi a fókuszba. Azt tudja, hogy önt megvádolták azzal, hogy ön a vadászok pártján állna, méghozzá az után, hogy januárban találkozott a legnagyobb vadásztársaságoknak a képviselével. Mit kértek ezek a vadásztársaságok önöktől? Kérték azt, hogy legyen ilyen kvóta, hogy lehessen újra medvére vadászni? Nem tekintem még vádnak sem, hogyha azt mondják, hogy képviselem a vadászok érdekeit is. Természetesen, hogy egy környezetvédelmi miniszter, aki a vadgazdálkodási rendszerért felelős, köteles találkozni a vadásztársulatokkal is. Több mint 2500 vadásztársulat tartja karban azokat a területeket, ahol Románia amúgy nagyon értékes vadállománya található. Nem tekinteném vádnak, hogyha valaki azt mondaná, hogy az ő képviselőjük vagyok. Nem vagyok a vadászok képviselője. Úgy tudom, hogy a székely emberek választottak meg szenátornak most már 3. Az erdélyi magyarok képviselőjeként vagyok a parlamentben 3. És ők biztosították az RMDSZ-nek a kormányzati szerepvállalását is. Tehát biztos, hogy nem vadászok juttattak minket a parlamentbe és a miniszteri tisztségbe. Azoknak az embereknek vagyok a képviselője, akinek az érdekeit kell védjem. Természetesen, hogy az állatvédőkét is, természetesen, hogy a vadászokért is, természetesen, hogy a gazdákért és azokért a vidéki és nem vidéki emberekért, akik most ebben a helyzetben a nagy medve létszám miatt, a folyamatos segélyhívások miatt, a folyamatos támadások miatt veszélyben nézik magukat. 2017 előtt, ugye ön is említette, hogy 16 óta nincs medvevadászat, előtte 400-450 medve kilövésére adott engedélyt a román kormány.
Ön szerint szükség lenne ennyi medve kilövésére most is évente? Akkor tudnánk ezt egészen pontosan megválaszolni, hogyha lenne egy pontos felmérés, vagy egy legalább hozzávetőleges felmérés a romániai medvállományról. Ez a felmérés 2016 óta szándékosan nem volt elvégezve, nem volt megrendelve. Mi az év elején megrendeltük ezt a tanulmányt, bízok abban, hogy az év folyamán meg is kapjuk ennek a felmérésnek az eredményeit. Tudni kell azt, hogy Európában legalább 10 ország van olyan, ahol a medvevadászat megengedett, és ahol a populáció szabályozás az egy 10-15%-os kilövési kvótával történik. Erről a populáció szabályozásról mondott le Románia 2016-ban, és kizárólag post factum, esetben sajnos tragédia után post mortem beavatkozásokat engedélyezett a kormány. Ennek következtében a medve populáció menedzsmentből is teljesen visszavonult a minisztérium, és ma azt látjuk, hogy egy gyönyörű környezetben, egy medve számára tökéletes élőhelyen egy gyönyörű szép populáció folyamatos fejlődésnek indult. Ez azt jelenti, hogy évről évre 7-10% közötti arányjal növekszik ennek a populációnak a száma, és elkerülhetetlen. Pontosabban elkerülhetetlen az egyre ismétlődő, az egyre szaporodó medvetámadások okozta a félelem. Miniszter úr, bocsáss meg, ő néhány évvel ezelőtt azt mondta, hogy 4000 medvét kellene kilőni Románia területén. Rossz híreket olvastak. Nem a pontos kifejezést olvasták önök. Valóban azt mondtam, hogy a hozzávetőleges számítások szerint Romániában 10000 medve van. Igen. És hogy az a vadászok 2000-et mondanak. Nem értettem pontosan. A vadászok 2000-et környezetvédők vagy. Nem ezeket a számot. Tehát ma a pontos számok úgy néznek ki, hogy 6500 és 6500 közötti egyetszámra becsülték 2016-ban a romániai barnamedve populációt. Ezután felmérés nem történt. Évente készül a vadászok által a vadászterületeken egy becslés, amelyet senki nem tart tudományosnak, hisz ugyanazt a példányt többször is bejelölhetik, vagy ugyanaz a példány több helyen is hasonlhat olyan nyomokat, amelyeket beszámolják a populációba. Ez alapján, a populáció becslés alapján 2017-18 környékén eljutottak a 10000-es létszámhoz, de mi alapul azokat az utolsó tudományos tanulmányokat vesztük, amelyeket 16-ban készítettek. Itt, amint mondtam, becsült intervallum, az valahol 6200-6500 között van. Erre számolhatjuk le azt a tudományos alapokon nyugvó 7-10%-ot évente, amely egy természetes folyamat és egy egészséges populációba bekövetkezik. Ugye elsősorban a magyar megyék érintettek itt, Borbély Csaba egyik nyilatkozatára tudok utalni, ő azt mondta, hogy tavaly 245 esetben nyújtottak be kártérítési igényt medve támadás miatt, de valószínűleg ennek a többszöröse a támadások. Ez az új jogszabály, ez az önök reményei szerint megnyugtatóan rendezni fogja a magyar megyékben legalábbis, de hát mondjuk egész Románia területén a medve kérdést? Ez kizárólag egy azonnali beavatkozásra vonatkozó jogszabálytervezet, ahol azokat a problémákat tudjuk elhárítani, amelyek nap mint nap félelemben tartják az embereket. A populáció szabályozásra nem ad ez az intézkedés megoldást. A populáció szabályozást akkor tudjuk elindítani, amikor látjuk a populáció becslést valahol az év második felében, az év vége fele, és ezzel párhuzamosan természetesen a gazdákkal, a vadásztársulatokkal közösen olyan intézkedéseket kell bevezetni, amelyekkel megpróbáljuk továbbra is az erdőbe tartani ezeket a példányokat, visszacsalni, visszavinni a példányokat a faluból, a városból, a természetes életterükbe, az erdőbe. A vadföldeket kell kialakítani, a villanypásztoros rendszereket kell sokszorozni valószínű, mert az embereknek kell próbálják megvédeni magukat az medvével szemben, ha bár furcsa néha, hogy mi vagyunk a kerítés mögött, mi vagyunk bezárva villanypásztor mögé ahhoz, hogy biztonságban érezzük magunkat. De nagyon sok településen, Tusnádfürdőtől egészen Balánbányáig vannak ilyen helyzetek, ahol az emberek esti lefekvés előtt a legfontosabb dolgoknak azt tartják, hogy bekapcsolják a kerítésre felszerelt villanypásztort. Egy nagyon rövid választ vár neki öntől. Ön támogatná, hogy újra legyen medvevadászat Romániában? Nincsen erre még javaslat, és úgy gondolom, hogy a közeljövőben Romániában medvevadászatot nem lehet bevezetni.
Miniszter úr, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm.